Sikerült eredményt elérni a mézhamisítás és a növényvédőszerek túlzott, illetve nem megfelelő használata ellen vívott európai harcban. Az érintettek számára ugyanis pozitív eredménnyel zárult a mézjelentés szavazása az Európai Parlament mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottságában. Erdős Norbert szerint nagyon ritka, hogy a frakciók ennyire egyetértsenek egy kérdésben. Az EP képviselő úgy fogalmazott, a szavazás világosan mutatja a méhészek és a méhek védelmében tanúsított egységet. Szerinte a küzdelemben továbbra is szükség van a méhészek, a méhészeti érdekképviseletek, a méheket védelmező szervezetek, a gazdák szervezetei, valamint a tudomány emberei és a hatóságok segítségére, együttműködésére.